Köszöntöm Önöket, ez itt a Turmix. Mai adásunkban lesznek fiatal néptáncosok, lelkes óvodások, akik a Kresszel ismerkedtek, és még vetélkedő rendőröket is mutatunk majd a folytatásban. Közlekedési eszközökkel, főként tűzoltó és rendőrautókkal ismerkedtek a kicsik a Platán úti óvodában. A nevelők elmondták, fontos, hogy a gyerekek még az iskolába kerülés előtt szerezzenek némi információt a Kresszről. A tűzoltóság és a rendőrség ma nem vészhelyzethez vonult a Platán úti óvodába. Az intézmény vezetői már nem első alkalommal adnak lehetőséget arra, hogy az óvodások testközelből ismerkedhessenek meg a közlekedési eszközökkel. A nevelők az évek során ráébredtek, hogy a közlekedés előnyeiről és veszélyeiről nem elég beszélni. Fontos, hogy a gyerekek játékos gyakorlatok során gyűjtsenek tapasztalatot. A délelőtt folyamán a város óvisai elsajátíthatták a közlekedés szabályait, de a kígyózó sorokban várakozó szemek bepillantást nyerhettek a rendőrség és a tűzoltóság mindennapos munkájába is. Beülhettünk a rendőrkocsiba, a tűzoltókocsiba, meg felvehettem a tűzoltó sisakot. Az iskolai kresszoktatást is megkönnyíti, hogy a gyerekek már ilyen fiatalon maradandó élményt szereznek a közlekedés világában. Ám a nagyszabású rendezvénynek más célja is van. Összefogni és együttműködésre sarkalni a város óvodáit. Úgy érzem, hogy nagy szükség van erre, hogy a város óvodásai összekovácsolódjanak, a nevelőtestületek egy kicsit lássanak mást is, ne csak a saját óvodáikon belül dolgozzanak, hiszen mindenhol lehet valami kis apróságot találni, amit esetleg ők is szívesen átvennének, egymástól tanulhatunk, tehát lényeges, nagyon lényeges a mai óvodai nevelésben a nyitottság. A város összes óvodását megmozgató rendezvény bebizonyította, hogy a nevelés más területén is szükség van az együttműködésre. Egy csapatban 4 szülő és 6 diák játszott sport, ügyességi és szellemi feladatokban egy egész napos családi vetélkedőn. Nézzék csak, mindenki jól érezte magát. A szombati program a kinti hűvös idő ellensúlyozására egy kiadós bemelegítéssel kezdődött Orsi néni vezetésével. A rendhagyó torna órán a család összes tagja együtt aerobikozhatott. Az izmok kellő átmozgatása után a sorverseny következett. Egy csapat 4 szülőből és 6 gyerekből tevődött össze. A futkározás és a labdával való ugrálás nem volt mindenkinek ínyére, de hangjukkal, tapsukkal, újongásukkal ők is aktívan részt vettek a sportversenyben. Aki inkább az agyát szerette volna tornáztatni, az a szellemi vetélkedőre nevezhetett be. A fizikai és szellemi erőpróbán túl a családi nap más feladatra is hivatott, ápolni a tanár-gyermek-szülő viszonyt. Egyre inkább a szülők elfoglaltságánál fogva, sőt elfoglaltságainál fogva egyre több időt töltenek a gyerekek az intézetben. Nem csak délelőtt, de délután is gyakran panaszkodnak arra, hogy nincs hol eltölteni a szabadidejüket. Na most ezzel mi úgy próbálunk segíteni, hogy próbálunk rendezvényeket diák önkormányzati szinten vagy nevelők ötletei alapján összehozni. Ennek ez egy lehetősége, ami egy kicsit más módon ad kapcsolatteremtésre módot. A verseny feladatok között egy előre meghirdetett süteménysütés is szerepelt. Az összegyűlt 20-25 tálca sütit egy 3-tagú bizottság zsűrizte esztétikai és gasztronómiai szempontok szerint. Az édességek az elbírálás után a büfébe kerültek, a befolyt összeg pedig az osztálypénztár gazdagíthatta. A sportvetélkedő programjában egy kerékpárverseny is szerepelt, ami találkozott a rendőrség kerékpáros iskolakupa versenysorozatával. Ez a nap lebilincselő volt. Az állományon kívüliek is felpattanhattak a rendőrségi járműre, sőt, még a rendbontás is engedélyezett volt. Közel 20 fiatal néptáncos csoport szerepelt a Mátra Művelődési Központ színpadán egy gálaesten. A szervezők elmondták, a 90-es évek végén egyre több fiatal kedvelte meg a néptáncot, ez látszik is a most következő bejátszásunkból. A fellépők Gyöngyösről és a környékbeli falvakból érkeztek. Volt köztük középső csoportos óvodás és középiskolás diák is. A gálán a szereplők szórakoztatták a publikumot, bemutatták az oktatóknak a szerzett tudásukat, és élvezték a nekik járó tapsot. A fiatalok életében egyre kevéssé ismert a népi kultúra. Ennek ellensúlyozására törekszik a NAT.
A központi intézkedések biztosítanák a néptánc órarendbe való beépítését. Heves megyében egyre nagyobb az érdeklődés a gyerektánc iránt. Annak nagyon örülök, hogy Heves megyében egyre nagyobb a vonzása ennek a gyermektáncnak, és egyre több intézmény és egyre több szülő áll az ügy mellé. És ez nagyon jó, akik már tapasztalták egy-egy községben, amikor elkezdek egy csoporttal dolgozni, hogy milyen jó hatása van, akkor a kis testvéreket és a kisebb korosztályokat is kezdik beíratni táncra. És hogy mit éreznek maguk a táncosok? Szilvike 2 éve táncol, pedig még óvodába jár. Azért szeretek táncolni, mert szeretek. A piros szalag elengedhetetlen kelléke a fellépés napjának. Dávid egyelőre nem tervezi, hogy abba hagyja a táncot. Hát amíg vége nem lesz a néptáncok, addig táncolok. Ezt a gondolatot mások is magukénak vallják, hiszen ezen a napon több mint 20 csoport alatt dübörgött a gyöngyösi Művház színpada. Heves megye rendőrei kapcsolódtak ki a tardosi sporttáborban. Ügyességi pályákon versenyeztek, de azok is jól érezték magukat, akik inkább a főzéssel foglalkoztak. Ragyogó időjárás mellett a békebeli múlt hangulatát idézte a rendőreinek játékos összecsapása. A lőgyakorlatok közepette elhangzott a napi elmondata is. Idegesség ellen a legjobb megoldás, ha megőrzi nyugalmát. Nos, a napi munka után a fizikai fáradalmak ellenére a fiúkra valóban idegnyugtatóként hathatott a jó hangulat. A közösséggel annyit foglalkoztunk már kifelé, hogy a saját állományunk elfelejtettük, és egy jó ötlet volt a komandos kollégáinktól, akik nemzetközi versenyeken ezeket a feladatokat részben már megoldották, és úgy gondoltuk, hogy egyrészt föl lehet mérni az állománynak a fizikai állapotát, van egy összekovácsolás jellege, és egy kis kikapcsolódás is tartozik az egész rendezvényhez. A rendőri állomány izzasztó gyakorlatát a főkapitány csak a hűs lombok alól figyelgette. A srácok ettől függetlenül becsülettel küzdöttek meg, még a trükkös pályán száguldó drótszamárral is. Nagyon jó volt a pály, igaz, hogy volt egy-két ilyen nyaktörő gyakorlat is, de hát elég furcsán oldották meg ezt a helyzetet, mert az a padló is itt éppen mozog alattunk, meg elég életeszés, de amúgy nagyon szuper volt. A verseny előtti remek felkészülés a fekvenyomásban is jó teljesítményeket eredményezett, ám a legtöbb energiát a kommandósok ügyességi pályája vette ki a srácokból. Az energiavesztést gyorsan pótolhatták a szalonna sütőnél, és később a babujással teli katlannál. A résztvevő kapitányságok közül az EGRI, a Füzesabonyi és a Megyei Rendőrfőkapitányság közbiztonsági igazgatósága szerepelt a legjobban. Tizenhét általános iskolás csapat versenyzett egymással a Föld napján 1999-ben. Biológiai és környezetismereti tudásukról is bizonyságot tettek az eseményen. Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy a természeti érték olyan törékeny kincs, melyet ha nem óvunk eléggé gyógyíthatatlan kárt tehetünk benne. A Föld napján még nagyobb figyelem irányul környezetünkre. Ezt célozta meg az a vetélkedő is, melyen a város minden általános iskolája 17 csapattal képviseltette magát. A diákok a játékos, rajtos feladatok mellett biológiai, környezetismereti tudásukról adhattak számot. A szervezők azonban arra törekednek, hogy a rendezvény túlmutasson a vetélkedő határain. Megértettük, hogy nem csak versenyezni kell és beszélni kell a környezetvédelemről, hanem tenni is kell érte, úgyhogy az órák folyamán kis csoportokba kimentek a tanulóink, és szedték a szemetet, és próbálták tisztítani környezetüket. És azt hiszem, hogy ezek a környezetvédelmi versenyek talán erre nevelik a gyerekeket fokozott figyelemmel, hogy a kicsi dolgokkal kell elkezdeni, és csak majd később lehet a nagyobb dolgok felé haladni. A nevelők szeretnék, ha a most felnövekvő generáció szívén hordozná a környezetvédelem problémáját, és a mindennapokban is küzdene a Föld megóvásáért. Így a játékos vetélkedő célja nem is a győzelem, hanem az, hogy a gyermekekben elültessék a természet szeretetének magját. Két hét múlva újra jövünk, és ismét érdekes videókat mutatunk majd az 1999-es évből. Addig is viszlát,